Üdvözöllek elérkeztünk egy nagyon érdekes és fontos téma körünkhöz. Témánk az üdvösség napja. Mária fáradt volt, fárasztó hét állt a háta mögött. Úgy tűnt, az élete másból sem áll, csak szakadatlan munkából. Az üzletből hazafelé tartva letért az autópályáról, arra a keskeny vidéki útra, amely az otthonához vezet. Egyszer csak zápor ragyogta be az éjszakai eget. A hullócsillagok csodálatosan kivilágították a mennyet. Mária, aki nem volt hozzászokva az ilyen csillaghullós éjszakákhoz, rátaposott a gázpedára. Első gondolata ez volt. Ez a világ vége. Itt van Jézus. Alig várom már, hogy hazaérjek a fiamhoz, és végre vele legyek. Később így nyilatkozott a tapasztalatáról. Amikor ilyen ragyogónak láttam az eget, arra gondoltam, hogy Jézus abban a pillanatban megjelenik. Megfordult-e már a fejedben, hogy a világ egyszer csak véget ér? Ha igen, akkor talán azon is eltűnődtél, hogy hogyan ér majd véget. Egy hatalmas meteorzápor fogja majd vajon jelezni az utolsó pillanatokat? Egyesek úgy vélik, hogy nukleáris háború fog véget vetni földünknek, hogy az emberek saját magukat fogják elpusztítani, és minden más életet is a Földön. Mások szerint a világ népessége egyszerűen olyan méreteket fog ölteni, hogy a Föld nem lesz képes már eltartani annyi embert, és ennek a következtében tömegek halnak majd éhalát. Vannak, akik attól félnek, hogy egy napon egy égi test, vagy egy üstökös ütközik bolygónba, és elpusztítja azt. De vajon azt tudjátok-e, hogy sok-sok évvel ezelőtt a Biblia megjövendőlte, hogy miként ér véget a világ. A jó hír barátom az az, hogy az emberiség nem hal ki háború vagy éhinség vagy bolygó közeli ütközésnek a következtében. Ehelyett a Biblia azt mondja, hogy a világ vége Jézus győzedelmes földregyövetelével ér véget. Visszatér arra a földre, amelyet mintegy 2000 évvel korábban elhagyott, mégpedig azért, hogy véget vessen az általunk ismert időnek, és kezdetét vegye az örökkévalóság. Érdekes, hogy az emberek mire gondolnak, amikor megkérdezzük őket, hogy milyennek képzelik el Jézus visszatérését. Bizony, barátaim, Jézus a király hamarosan eljön, és afelől sem lehet kétségünk, hogy földünk gondjai sokkal nagyobbak annál, mint hogy mi emberek meg tudnánk azokat oldani. S csak Krisztus és az ő atya képes helyreállítani a földbolygó túláradó problémáit. Milyen nagy áldás lesz, amikor a király végre visszatér. Amikor Pálapostól kivégzését várta a sötét, nyírkos római börtönben, a következőket írta. Várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítünk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését. Pál ezeket a bátorító szavakat Titusnak, a közös hitben való igaz fiának írta, hogy emlékeztesse őt Jézus Krisztus dicsőséges eljövetelére. Ha életedben vannak lehanguló körülmények, tekints fel az égre, és jusson eszedbe a boldog reménység. Jézus második eljövetele a földre, amely mindent helyrehoz. Az új szövetség leggyakrabban tárgyalt eseménye Krisztus második eljövetele. Majdnem minden 25 versből legalább egy kapcsolódik valahogy ehhez az eseményhez. Az új szövetségben Krisztus többet beszél erről az eseményről, mint bármi másról. Vegyük például azt a két új szövetségi szöveget, amelyet minden Bibliában hívő egyénnek ismernie kell. Talán a legismertebb bibliai ige a János Evangélium 3. fejezet 16. verse: Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne elne vesszen, hanem örök élete legyen. A másik pedig az, amelyben Jézus nem sokkal keresztre feszítése előtt az alábbi ígéretet adja: Ne nyugtalankodjék a ti szívetek! Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem! Az én atyámnak házában sok lakóhely van. Ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elmegyek, és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Az elmúlt évszázadok alatt, amikor csalódás, nehézség, vagy halál fenyegette Krisztus követőit, mindig a reménységnek a csillagából, az ő visszatérésének ígéretéből merítettek erőt és kitartást. Pálapostól már csak néhány lépésnyire a kimpattól a következő győzelmi kijelentésnek adott hangot. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megad nékem az Úr ama napon az igaz bíró, nem csak nékem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését. Pál bátran szembe mert nézni a hóhér kardjával, mert hit Krisztus visszatérésének ígéretében. Igen, Jézus visszatér. És barátaim, Krisztus tanítványainak adott ígérete minnyájunknak szól. Jézus jönni fog. Amikor a tanítványai megkérdezték tőle, hogy mik lesznek az ő eljövetelének és a világ végének jelei, Jézus részletes leírást adott a visszatérését megelőző eseményekről. Olvassuk hát el, hogy mit mondott. Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket, mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják. Én vagyok a Krisztus, és sokakat elhitetnek. A 24. versben Jézus bővebben kifejti ezt a kérdést. Mert hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. Ha nem tudunk különbséget tenni, felismerni a hamisítvány, akkor akár egy csalóhoz is szegődhetünk, azt gondolván, hogy ő Krisztus. Jézus figyelmeztetett erre a lehetőségre. És nem csak néhány hitvány ámítóról beszélt. Nyilvánvaló, hogy bámulatos utánzásokról szólt, amelyeket olyan gondossággal terveztek meg és hajtottak végre, hogy majdnem az egész világot megtévesztik. Ezek a tények ugyanis csodákat tesznek majd, betegeket gyógyítanak, és természetfeletti feletti megnyilatkozásokkal támasztják alá állításaikat. Krisztus valódi eljövetelét azonban nem lehet eltéveszteni. Azt senki nem tudja utánozni. Azonban a hamis Krisztus már az ő eljövete előtt csapdájába csalhat és behálózhat minket. Gondold csak meg! Az ördög hamis Krisztusokkal és hamis profétákkal igyekszik majd összezavarni az embereket Jézus második eljövetelével kapcsolatban mert az ilyenek hamis apostolok, állnak munkások, akik a Krisztus apostolaivá változtatják át magukat. Nem is csoda, hisz maga a sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává, írja a Biblia. Maga az ördög fogja magát álcázni és meghamisítja Jézus második eljövetelét. Egyszer-egyszer feltűnik valaki és Krisztusnak adja ki magát. Lehet, hogy olyan ruhát visel, mint amilyenben az emberek elképzelése szerint Jézus járt. Kedves, dallamos hangon beszél. Sokat idéz a Bibliából. Látszólag nagyon bölcs. Egyesek sok embert vonzanak maguk után, akik mind azt hiszik, hogy Krisztus ismét eljött a Földre. De ezek közül egyik sem Krisztus. Ezt teljes biztonsággal állíthatjuk. Hogy miért? Mert lehet, hogy ezek az egyének úgy néznek ki, mint ahogy az ember Krisztust elképzelni. Lehet, hogy úgy beszélnek, mint ahogy az ember elvárná Krisztustól, hogy beszéljen. Lehet, hogy embereket gyógyít, jeleket és csodákat tesz, és a kísértés már már ellenállhatatlan, hogy kétségbe vonjuk a Biblia szavát. De nem bízhatunk meg érzékeinkben, abban, amit hallunk, látunk vagy érzünk. Mert csak egy biztos útmutatónk van, amely alapján különbséget tudunk tenni az eredeti és a hamisítvány között. Ez pedig a Biblia. Vegyük csak sorra Jézus második eljövetelének néhány sajátos jellemzőit, hogy így elkerüljük a megtévesztést. Krisztus második eljövetele látható esemény lesz. Mert amiképpen a villámlás napkeletről támad, és ellátszik egész napnyugatig, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. Sőt, jelenések könyvében, az első rész, hetedik versében ezt olvassuk. Imé eljő a felhőkkel, és minden szem meglátja őt. A hamisítványok felbukkanhatnak itt meg ott, de egy csaló sem tud a felhőben eljönni, úgyhogy mindenki egyszerre szemtanúja legyen eljövetelének. Amikor Jézus bevégezte küldetését a földön, kész volt felszállni a mennybe. Magához vette legközelebbi tanítványait, és miután az olajfák hegyén elmondta utolsó utasításait és elbúcsúzott, Jézus hirtelen a mennybe ragadtatott. Figyeljük meg, hogy mit mond a Biblia erről az eseményről. Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhőt akarta előtt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, és ezt mondta. Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Isten két angyalt küldött a tanítványokhoz, hogy biztosítsák őket Jézus ígéretének teljesedéséről. Jézus világosan megmondta, mit fognak látni. És akkor meglátják az embernek fiát eljönni a felhőben, hatalommal és nagy dicsőséggel. Senki nem kell, hogy beszámoljon neked Jézus eljöveteléről. Saját szemeddel fogod látni, ahogy eljön a felhőben. Vannak azonban más jelek, amelyeket az ördög utánozni tud. Krisztus biztos nem egy eldugott helyen fog megjelenni, és nem is egy űrhajóból fog előlépni. Jézus nem egyedül jön vissza, hanem dicsőségben. Jézus ezt mondta. Mikor pedig eljö az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe. Miért hozza Jézus magával az angyalokat? Az alábbi választ adja erre. És elküldi az ő angyalait nagy trombita szóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig. Igen, Jézus szent angyalai társaságában jön el, akik leírhatatlan dicsőséggel töltik ki az eget. Most már tudjátok, hogy ezért nem lehetnek igazi Krisztusok, ha magukat azoknak vallók képtelenek volnának Jézus visszatérését utánozni. Erre senki nem képes. Azonban más események is kapcsolódnak még Jézus eljöveteléhez. Az eljövetel hallható lesz, és az igaz halottak feltámadnak majd az életre. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először akik meghaltak voltak Krisztusban. Nos, mint látjuk, Jézus eljövetele nem csak látható lesz, hanem hallható is. Mindenki halani fogja. Olyan átható lesz Isten hívó hangja és a harsona szó, hogy akik a Krisztusban meghaltak, feltámadnak, és előjönnek sírjaikból. El tudjuk-e képzelni azt az örömet, amikor a sírok megnyílnak, és a családok ismét egyesülnek. Látjuk-e már, hogy mennyire lehetetlenség lenne sátán számára meghamisítani Jézus valódi eljövetelét? A jó hírnek ezzel még nincs vége. Figyeljük meg, hogy mi történik az élő igazakkal Jézus második eljövetelekor. Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön, az Úr elébe, a levegőbe. És eképpen mindenkor az Úrral leszünk. Jézus hűséges követői a feltámadt holtakkal együtt Jézus elé ragadtatnak, hogy találkozzanak vele a levegőben. Milyen boldog egyesülés lesz ez sok család számára? Pál további részleteket mond arról, hogy mi történik majd Jézus visszatérésekor. Imé titkot mondok néktek. Mindnyájan elváltozunk. Nagy hirtelen, egy szempillantásban az utolsó trombita szóra. Mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk. Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és a halandó test halhatatlanságot öltsön magára. Isten Jézus minden követőjének szeretetének ajándékát fogja adni, az örök életet mert minden más ajándék elveszti értelmét a halhatatlanság ajándéka nélkül. Isten még valamit ad az ő népének. A megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk, ki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez. Krisztuséhoz hasonló test. Mi lehet ennél örvendetesebb hír? Van azonban egy másik embercsoport is, Számukra Jézus második eljövetele nem lesz jó hír. Figyeljük meg, hogyan írja le a Biblia a történelem utolsó megrázó eseményeit. Az ég is eltűnt, mint egy felgöngyölődő papírtekercs. Minden hegy és sziget elmozdult a helyéről. A föld királyai, a fejedelmek és a vezérek, a gazdagok és a hatalmasok mindenrejtőztek a barlangokban, és a hegyek szikláiban. És így szóltak a hegyekhez és a sziklákhoz. Essetek ránk, és rejtsetek el minket a királyi trónuson ülő arca elől. Mert eljött az ő haragjának ama nagy napja, és ki állhat meg. És lőnek zendülések, és mennydörgések, és villámlások, és lőny nagy földindulás, amilyen nem volt, mióta az emberek a földön vannak, ilyen földindulás, ilyen nagy. Ez a földindulás lerombolja a földvárosait. Senkinek a figyelmét nem kerülheti el egy ilyen hatalmas földrengés, ami Krisztus visszajövetelét megelőzi. Jézus figyelmeztetett, hogy visszajövetele olyan korban lesz, amikor senki sem várja őt. Azt is előre jelezte, hogy az emberek életüket balga szórakozásoknak szentelik oda. Máté 24. fejezetének 30. versében azt olvassuk, hogy Jézus visszatérésekor sír a föld minden nemzetsége. Jézus figyelmeztetett bennünket arra, hogy ez vár azokra, akik nem készülnek fel erre a napra. Elvesznek, és ezzel tisztában vannak. Milyen szomorú, hiszen másképp is lehetett volna. Barátom, az a nap valóságos lesz. Nem lesz belőle ébredés, és megkönnyebbülés, mintha csak álom lett volna az egész. Semmi sincs fontosabb annál, mint hogy készen legyünk a Jézussal való találkozásra, amikor eljön. Milyen törékenyek is a földi kincsek, amelyeket olyan nagyra tartunk. Egy földrengés, és már el is veszett minden. Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókát téstessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek fia előtt. Összegezzük röviden, hogy mit tanultunk a közös Biblia tanulmányozásunk során. Hamis próféták és Krisztusok igyekeznek mindenkit megtéveszteni. Az ördög világosság angyalaként igyekszik magát feltüntetni. A második eljövetel nem lesz titkos. Minden szem meglátja Jézus eljövetelét. A szent angyalok is eljönnek Jézussal. Harson a szóval jön el, arkangyal szózatával jön el, az igaz holtak feltámadnak. Az élő igazak halál ízlelése nélkül elváltoznak. Minden igaz halhatatlanságot nyer. A föld istenei mind sírni fognak, amikor meglátják Jézust. Hatalmas földrengés pusztítja majd a földet. Minden elveszett megölettetik. Elmondhatatlan, lenem festhető, az emberi elme fel sem foghatja a Krisztus fenséges második eljövetelének nagyszerűségét és dicsőségét. Szeretnénk mégis bemutatni, hogy hogyan látták, képzelték azt el a Biblia leírás alapján egyes szerzők, alkotók, és hogyan igyekeztek leírni Jézus második eljövetelét? Amikor senki sem számít rá, akkor jön el Jézus. Isten a mennyből fogja meghirdetni Jézus eljövetelének napját és óráját. Szavai zúgó megdörgésként zegnek végig a földön. Az egek felgöngyölődnek, mint a papírusz tekercs, a föld megindul ő előtte, és minden hegyész sziget, Elmozdul helyéből. Nem sokára keleten feltűnik egy kicsike fekete felhő, akkora sincs, mint az emberökle. Ahogy egyre közelebb kerül a földhöz, egyre fényesebb és ragyogóbb lesz, és dicsőségesebb, még nem hatalmas felhővé növekedik. Felette szivárványvel. Isten népe csendben nézi a jelenetet, szótlanul. Lélegzet elállító látványban van részük. Az égen számtalan tündöklő alak látható. 10 tízezer és ezerszer ezer angyal veszi körbe Jézust az ő trónjánál. Dicsősége elborítja az eget, és ahogy az élő felhő közelebb ér, minden szem meglátja az eljövendő királyt. Szent fejét nem csúfítja a tövis korona. Szent homlokán a dicsőség királyi koronája tündököl. És az ő ruháján és tomporán oda van írva az ő neve. Királyoknak királya, és uraknak ura. És a fölnek királyai, és a fejedelmek, és a gazdagok, és a vezérek, és a hatalmasok, és minden szolga, és minden szabad mondanák a hegyeknek és a kőszikláknak, hogy essenek rájuk, és rejtsék el őket a bárány színelől. Azok, akik üldözték Isten népét, akik gúnyolták és elutasították Krisztust, mint Isten fiát, akik a feszítsd meg, feszítsd meg kiáltásukat hallatták, most mind feltámadtak, hogy Jézus előtt álljanak. Szívük olvad, térdeik remegnek, és iszonyatos, kétségbe esett kiáltással jajdulnak fel. Ő az Isten fia, ő az igazi messiás. És most látják dicsőségében, és látniuk kell azt is, hogy Isten jobbján ül. Akik kinevették, amikor Isten fiának nevezte magát, most némák. Ott van a gőgös Heródes, aki gúnytűzött Krisztus királyságából, és megparancsolta a gúnyolódó katonáinak, hogy koronázzák Krisztus királyát. Ott vannak azok is, akik durván vállára tették a bíbor palástot, szent homlokára a tövis koszorút, a jogarutázatot kezébe adták és gúnyolódva, átkozódva, térdekt hajtottak előtte. Akik ütötték és leköpték az élet fejedelmét, azok most nem tudják elviselni átható tekintetét, és menekülnek megemésztő dicsőség elől. A katona, aki átszúrta oldalát, az emberek, akik átszögezték a kezét és a lábát, rémülten és bűntudattal nézik a szögek és a dárda Apok és a főemberek előtt megdöbbentő pontossággal elevenednek fel a Golgota eseményei. Rémült borzongásra emlékeznek vissza, miként kiáltották újongva, fejüket csóválva. Másokat megtartott, magát nem tudja megtartani. Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztől, és majd hiszünk neki. Bízott az Istenben, mentse meg őt most, ha akarja akkor azok, akik Krisztust és hű népét el akarták pusztítani, meglátják a megdicsőültekre sugárzó fényességet. Megdöbbenve hallják a szentek boldog kiáltását. Imé Istenünk, akit mi vártunk, és aki megtart minket. A föld rászkódása, a villámok cikázása, és az ég zengése közepette hívja elő Isten fia az alvó szenteket kezét az ég felé emeli, és az igazak sírjára tekintve kiáltja. Ébredjetek, 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 ti, akik alusztok a porban, és keljetek fel. A halottak az egész földön meghallják ezt a hangot, és akik hallják, minden nemzetségből, ágazatból, nyelvből és népből mérhetetlen sokan életre kelnek a halál lépnek elő, hervadhatatlan dicsőségben. Lépésük zajától zeng a föld. Halál, hol a te fullánkod? Pokol, hol a te diadalmad? Kiáltják. Az élő igazak és a feltámadt szentek hangja boldog győzelmi kiáltásban olvad össze. Ó, sokat emlegetett, régóta remélt, türelmetlenül várt, de igazán soha meg nem értett csodálatos üdvösség. Az élő igazak nagy hirtelen egy szempillantásban elváltoznak. Isten szava nyomán megdicsőülnek. Isten halhatatlanná teszi őket, és a feltámaszt szentekkel együtt elragadja őket az Úr elé a levegőbe. Az angyalok egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, a föld egyik végétől a másik végéig. A kicsi gyermekeket szent angyalok helyezik anyjuk karjába. Barátok, akiket régen elszakított egymástól a halál, újra találkoznak, hogy soha többé el ne váljanak. Most boldogan élnek elve együtt emelkednek fel Isten városába. És ahogy a mennybe emelkednek, angyali kíséretük ezt kiáltja. Szent, szent, szent az Úr Isten, a mindenható. És ahogy a szentváros felé haladnak a megváltottak, válaszul, halleluját zengenek. A megváltó, mielőtt belép Isten városába, átadja követőinek győzelmük szimbólumait, és rájuk helyezi királyságuk rangjeleit. Az üdvözültek megszámlálhatatlan sokassága Krisztusra függeszti tekintetét. Minden szem az ő dicsőségét szemléli, akinek rút nem emberi volt ábrázatja, és alakja sem emberfiaié. Jézus a dicsőség koronáját saját jobbjával helyezi a győzők fejére. Mindenkinek van koronája, rajta új neve, és ez a felirat áll. Szentség az Úrnak. Minden szív leírhatatlan örömmámorban úszik, és minden száj hálás dicséret enyélik. A megváltott tömeg előtt ott a szent város. Jézus szélesre tárja előttük a gyöngyökkel díszített kapuit, és mindazok, akik megtartották parancsolatait és Jézus hitét, belépnek a kapukon. Ott megcsodálhatják az Isten paradicsomát, ami Ádám otthona volt a bűneset előtt. Ekkor egy gyönyörű hang, ami szem minden földi zenénél megszólal és azt mondja. Küzdelmetek véget ért. Jertek én atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számatokra készítetett a világ megalapítása óta. Ez a mi reménységünk, ez a mi sorsunk, ez a mi jövőnk. Krisztussal örökké élhetünk a mennyben. Ha elmulasztjuk az örökkévalóságot, akkor mindent elveszítettünk. Ha elmulasztjuk a mennyet, akkor mindent elveszítettünk. Ha nem készülünk el Krisztus közeli eljövetelére, akkor lemaradunk a történelem legnagyobb eseményéről. Jézus hív, gyere, és megbocsátást nyersz. Gyere, és irgalomra lesz gyere, és hatalmat kapsz a bűneid felett. Gyere, és tiéd az örökké valóság. Gyere, és lép be birodalmamba. Mit válaszolunk a meghívására? A válasz tőled függ. Szívednek bánatja búja, és nincsen más, sehol sem fény. Ó, tekints fel idődre, mert ő benne van csakre. me